Sváb és szerb táncok, dalok, zene, színdarab. Röviden így lehetne összefoglalni azt a május végi programot, mely Szigetcsépen került megszervezésre, nem első alkalommal. A programon többek között a helyi táncosok, dalosok, óvodások és iskolások előadásait nézhette meg a közönség. Az idén talán még nívósabbá tudtuk tenni, hisz a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT által elnyert támogatást is igénybe tudtuk venni, és ezáltal most is a háttérben hallatszik a zenekar, aki szórakoztatja a Szigetcsép lakosságát, és meg tudtuk mutatni a nemzetiségi csoportjainkat, nem csak az idősebb korosztályt, hanem az óvodás és az általános iskolás korosztályt is. Sőt, ugye volt egy közbülső is, akik már végeztek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a műsor bárhol megállta volna a helyét. Tehát úgy gondolom, hogy színvonalas műsort sikerült a Szigetcsép lakosságának biztosítani. A Nemzetiségi Nap legfontosabb célja a hagyományok ápolása, a közösségépítés, valamint az, hogy a helyi lakosok egy tartalmas délutánon vehessenek részt. Tulajdonképpen az a cél, hogy egy összetartó közösséget tudjon formálni, illetve a régi hagyományokat át tudjuk örökíteni a gyermekeinknek is. A Nemzetiségi Napon az óvoda és az iskola részéről is felléptek a német nemzetiségi tánccsoportok. Nemzetiségi oktatás van mind az iskolában, mind pedig az óvodában. Így próbáljuk a gyerekeket, tehát hogy 14 éves korig azért kapnak egy kis nemzetiségi kultúrát, és abban bízunk, hogy a továbbiakban ezt megszeretik, illetve továbbiakban ezt ápolják és magukénak érzik. Az oktatási nevelési intézményekben a gyermekeknek lehetőségük van szerb táncokkal és hagyományokkal is megismerkedni. Ebből adtak ízelítőt a kisebbek és a nagyobbak egyaránt. Kis településen vagyunk, együtt élünk idestova 150-200 éve, és nagyon fontos ez nekünk, hogy a németekkel együtt, a szerbséggel és a magyarsággal együtt meg tudjuk ünnepelni az ünnepeinket. Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz bevonni a különböző programokba a fiatalokat? Sajnos miután a fiatalság nagy része Szigetcsépről elköltözött, nem vagyunk könnyű helyzetben. A szerb nemzetiség összetételét tekintve inkább már az idősebb korosztály az, amelyik képviselteti magát. Az, hogy mi lesz a jövőben, csak reménykedni tudunk, hogy még 10 év múlva ugyanígy ezt meg tudunk tartani, ezeket az ünnepségeket.
A fellépők között volt a helyi hagyományőrző énekkar is. Valamint az Überraschung tánccsoport. A nemzetiségi bemutatók mellett a Dance Earth tánccsoport egyesület és a Tököli Art Fitness bemutatóját is megnézhették azok, akik kilátogattak a sziget Csépi strandhoz. A nemzetiségi napra a Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai német nyelvű előadással is készültek. Oma fázdén ópán, de ópa fázdirűben. Végezetül a végzős diákok keringőjét nézhették meg a megjelentek. A nemzetiségi napon az előadások mellett kézműves vásár, nemzetiségi ételek és táncház is várta a helyi lakosokat.